Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális üzenet a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogy jutottam ehhez a forráshoz. Amikor meghalt az anyukám, a kezembe vettem a Bibliát és a nyakláncomat. Annak idején nem tudtam, hogy működik egy inga, hanem én ezt kipróbáltam. Kinyitottam a Bibliát, és észrevettem, hogy a nyaklánc bizonyos szavaknál, mondatoknál más irányba fordul ki. Én ezt összeolvastam, és megkaptam a választ a kérdéseimre, vagy volt egy üzenet. Egy időben vannak ilyen gondolatok, ami kiegészíti ezt. És pontosan ezt szeretném közölni veletek. Ehhez hozzátenném az, hogy a Biblia az egy régi írásmód, és nem mindig passzol a modern helyzetünkre, így kicsit változtatok a szövegen, azon kívül ez a könyv német nyelvű, tehát le kell magyarra fordítanom, de tulajdonképpen ami fontos, hogy ez a forrás azért számomra tiszta, és úgy fogom mondani a dolgokat, hogy passzol a mi helyzetünkre, de azért ebből a forrásból jön. Még mindig a nyakláncomat használom inga helyett. Valaki mondani fog neked valamit. Figyelj oda erre az üzenetre. Valaki segíteni akar neked ezzel, és hamarosan lépéseket fogsz tenni. Van valaki az életedben, a múltból, aki gondol rád, és visszatér hozzád. Lezársz bizonyos dolgokat, lesz egy új irány, egy új kezdet, de ne félj ettől. Vannak még bizonyos titkok, vagy olyan dolgok, amit te még nem ismersz, de hamarosan megjelenik előtted. Ez lehet egy új kezdet, és valaki vissza fog térni hozzád. De az, most németül akartam mondani, az életedben megtalálod újra a nyugalmadat. És ez volt az aktuális üzenet a Bibliából. Kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!